Történelmi épület jelenleg funkció nélkül, az 1700-as évek közepétől áll leveleken a Molnár kastély, amely többek között az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején is fontos szerepet kapott az akkori élelmezésügyi kormánybiztos Molnár Ágoston által. A 20. század közepétől óvodaként üzemelt a kastély, egészen 2021-ig, azóta áll üresen. Ugyan a kastélypark azóta is helyszíne a közösségi rendezvényeknek, az önkormányzat az épületet is hasznosítani szeretné. Ezt hamarosan meg is teheti, Európai Uniós forrásból ugyanis pénzt nyert a település a felújításra. Az átalakításokat követően fejlesztő központot alakítanak ki levelek történelmi épületében. Két éve vált üressé ez az épület, amikor az óvodánk átköltözött az új ötcsoportos óvoda épületébe, és hát kerestük a lehetőséget, hogy hogyan tudnánk ezt felújítani, illetve milyen új funkciót kaphatna ez az épület, és top pluszos forrásból helyi és térségi turizmus fejlesztés keretében sikerült az önkormányzatnak támogatást nyerni ennek a kastélynak a felújítására, és egy családbarát fejlesztő központ fog itt kialakulni, különböző mozgás, illetve egyéb készségek fejlesztésére szolgáló központ, fejlesztő csoportszobákkal, interaktív játszóterekkel, ökoterekkel, illetve közösségi térrel, ahol akár ezzel kapcsolatban oktatásokat, képzéseket, illetve családi közösségi programokat is meg lehet majd szervezni. Leveleken a közlekedési feltételek is folyamatosan javulnak. A település központjában éppen járdát és patkát építenek hazai, illetve saját forrásból. Hamarosan pedig külterületen is megújul egy út, a Leveleket és Nyíribronyt összekötő szakaszt korszerűsítik. Éppen most folyik az Ady Endre utcán a járda építése, amire az önkormányzatunk Magyar Falu programban kapott támogatást, és a járdához pedig a patkát építjük ki önkormányzati költségvetési forrásból, és a héten kezdődik el a Levelek Nyíribronyt összekötő külterületi útnak a felújítása, amiből pedig VP-s támogatásból kapott forrást konzorciumban Nyíribrony, illetve Levelek község önkormányzata. A Molnár kastély felújítása jelenleg tervezési fázisban van, a munkálatok pedig a közbeszerzési eljárás után várhatóan még idén megkezdődnek. A Levelek és Nyíribrony összekötő út rekonstrukciója már a következő napokban elindul.